Ismét szűrővizsgálati kamion érkezett Kőbányára. Az eddig megtartott 5 szűrővizsgálati nap után újabb 3-napos szűrőprogramon vehettek részt a 10. kerület lakói. Kőbánya önkormányzata, az X-Gén és az ehhez tartozó nagyvállalatok jóvoltából. A program célja, hogy szűrővizsgálatok által különböző krónikus betegségek megelőzhetőek vagy időben felismerve kezelhetőek legyenek, így elősegítve a résztvevők életminőségének javulását. Az X-Gén, a Kőbányai Innováció és Fejlesztési Tanács egyik munkabizottsága elemezte azt a helyzetet, hogy Kőbányán az átlag életkor rövidebb, mint akár a szomszédos kerületekben, akár Budapesten. Ennek az okait keresve nem kellett sokat keresni, az régi ipari múlt, az egészségtelen életmód, a rossz szociális beállítottság, mozgás hiány, étkezési hiányosságok az okai ennek. Igyekszünk prevenciós jelleggel ezeket a dolgokat megelőzni, illetve elősegíteni azt, hogy ezt a lemaradásunkat a többi kerülethez képest akár életszerű, akár daganatos betegségeket nézünk, valahogy leküzdeni. Ennek a keretében az egyik ilyen az a prevenciós szűrőprogram, ami az utóbbi időben indult el. Ez egy országos szűrés vizsgálatnak a része, és ehhez lehetett csatlakozni. A résztvevő 10 nagyvállalat a 10. kerületi önkormányzattal közösen mintegy 10 millió forint értékben finanszírozta azt, hogy 8 alkalommal, 8 napon keresztül lehetett 40 fajta szűrővizsgálaton részt venni arra jelentkezőknek. A kamionban szakaszisztensek várták a regisztrált szűrővizsgálatra érkezőket, és a vizsgálatokat kevesebb, mint egy óra alatt végezték el a pácienseken. Ez a 40 fajta szűrővizsgálat tartalmazott mind érrendszeri, mind szemészeti, mind tüdőgyógyászati, mind vércukormérési, életvezetési, testzsír felméréseket, EKG vizsgálatokat, és még számtalan olyan vizsgálati módot, amiből következtethetünk arra, hogyha valami baj van. Illetve prevenciós jelleggel időben ki tudjuk szűrni azokat a rizikofaktorokat, amik megvannak. Emellett természetesen más egyéb módon is igyekszünk akár az X-génen, akár az önkormányzaton keresztül ezen a lemaradásunkon segíteni, akár a sportolási lehetőséggel, futóköröknek a létesítésével, kerékpáros napok rendezésével, futónapoknak a rendezésével, sportpályáknak az átadásával és a lakosság szolgálatába állításával, vagy akár a zöld programmal, zöldítéssel, ami erdőknek a telepítésével, az örök erdő programnak a megújító jellegével függ össze. Az előző szűrőnapokhoz hasonlóan a mostani is nagyon népszerűnek bizonyult. A regisztrációs helyek gyorsan beteltek. A szűrőkamionok befogadó képessége naponta 100 fő. Ez a szűrővizsgálat természetesen a lakosság egy részét érinthette, csak hiszen kapacitás hiányában nem mindenki fér bele, ami egyrészt kellemetlen, hiszen a túljelentkezéseknek a száma mutatja azt, hogy érdeklődés van a téma iránt. Másrészt ez egy jó dolog, hiszen azt mutatja, hogy a kőbányai lakosság is érzi azt, hogy érdemes elmenni az ilyen jellegű szűrővizsgálatokra, hiszen azt el kell mondani, hogy ez a 40 fajta szűrővizsgálat, ha normál magyar egészségügyben akarjuk ezt elvégezhetni, akár éveket vehet igénybe, mire a beutalókkal kiki erre eljut. Azt is mutatja, hogy ezt a szűrővizsgálati programot folytatnunk kell, jövőre is meg kell újítani, sőt, még az idén is lesz egy másik finanszírozásból, a kőbányai Richter Gedeon cégnek, az egészségvárosnak a szűrőprogramja, ami hasonló célokat szolgál, ezt is felajánlották a kőbányaiaknak a részére, ez szeptemberben fog majd megvalósulni. A két szűrővizsgálat egyrészt a Köszi mellett volt 3 napon keresztül, a másik pedig az újhegyi lakótelepen, az egyik legnagyobb lakótelepünkön szintén 3 napon keresztül, 2 napot pedig a ezt finanszírozó nagyvállalatok dolgozóinak szántunk, ebből az aranyfokozatú támogatói rendszerben helyet kapott X-Gén keretből.
A szűrővizsgálat, 40 fajta szűrővizsgálatnak a lefolytatása, ez egy időigényes. Nyilván ezt előre jelezték, hogy egy nap 100 főnek a regisztrációra van lehetőség, annyi szűrővizsgálatot tudnak elvégezni, ennyi fér bele egy munkanapba. Ez most is így volt, igénybe vették a kőbányaiak, lett volna még rá igény. Én, amit az előbb elmondtam, örülöknek, hogy lett volna rá igény, hiszen nagyon sajnáltam volna, hogyha ez érdektelenségbe fulladt. Nem így volt, nagy volt az érdeklődés. Az eredmények kiértékelésével az önkormányzat is szélesebb rálátást kap arra vonatkozóan, hogy milyen egészségfejlesztő programokat érdemes még szorgalmazniuk a jövőben. Természetesen nem egyenként, nyilvánvalóan, hanem összesített adatokat kapunk, hogy milyen jellemző kőbányai szűrőprogramban jellemző problémákra hívják fel a figyelmet, amire érdemes odafigyelnünk. Egyrészt ez az önkormányzatnak is nagyon sokat mond, hogy merre kell további támogatásukat biztosítani, de én azt gondolom, hogy elsősorban az egészségügyben dolgozók számára jelent ez majd egyfajta információt, akár a körzeti orvosok, akár az ápolónői védőnői hálózatnak a keretében. Az idei évben tehát a kőbányaiaknak alkalmuk nyílik még egy másik finanszírozásból és szűrővizsgálaton való részvételre, a kőbányai Richter Gedeon jóvoltából.